Álmodjunk egy nagyot, mi ezt 5 éve megtettük, és úgy gondolom sikerült az álmunkat valóra váltani, hisz ma megtöltjük ezt a helyet. Kezdte ünnepi beszédében Lázár Péter, a Győrszent Iván Lesse elnökségi tagja. Az egyesületet 2010 őszén még a megszűnés fenyegette, miután a korábbi tulajdonos lemondott. Ekkor vállalta át a vezetői szerepkört Glázer Péter és Tóth Balázs, hogy a közel 100 sportoló tovább mozoghasson az egyesületben. Az elmúlt években több sportapot, labdarúgó tornát rendezett a klub, és az itt sportolók létszáma is folyamatosan növekedett. Mára ez már meghaladja a 200-at. Szerettünk volna egyszerre egy időben láttatni, hogy mennyien vagyunk, mennyien vagytok. Hogy érezzétek, érezze mindenki, ezen a településen van egy 93 éves sportegyesület, amire szükségünk van. Van egy 93 éves egyesület, ami a nehéz időben is fennmaradt, amely most elérte tagságának csúcsát, és bizonyítani akarja, a település lakóira támaszkodva, a kor szellemének megfelelő lehetőségeket kihasználva, 2022-ben bizony már 100 éves egyesület lesz. Győrszent Iván mindig is meghatározó egyesülete volt a megyei labdarúgásnak, emelte ki Bolla Péter, az EJOF szervezéséért felelős polgármesteri biztos, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei társadalmi elnöke. Reméli ez a rengeteg fiatal, aki ezen az ünnepségen itt van, meghatározó sportolói lesznek a megyének és az országnak. Kiemelt elit akadémia működik Győrben, és ez a legjobb Debrecennel együtt. Több mint 300 gyerekkel foglalkozik a klub, és gimnázium is működik, tehát továbbra is tud élni. Sajnos a csapat az NB3-ba szerepel, de hát bízunk benne, hogy minél hamarabb oda kerül, ahol a helye van, az NB1-ben. Ezért mindenki, aki ebben tud, maximálisan megteszi azt, hogy ez így legyen. És bízom benne, hogy itt látott fiatalok közül is sokan majd oda tudnak kerülni ebbe az elit akadémiai képzésbe, és NB1-es vagy válogatott futballisták lesznek. Az ünnepi hangulatban egy kis izgalom is vegyült, hiszen a legkisebbektől a legnagyobbakig megválasztották az év legjobbjait.